Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az Olafhoz fordul Gyurcsány Ferenc ügyében, hogyha itt ügyet meg lehet fogalmazni, de majd kifejti, mi az az ügy. Hát kell, hogy legyen valami ügy, mert azzal tud foglalkozni az Olaf. Az a baj, hogy Gyurcsány Ferenc cége, amiben tevőlegesen mindig elmondja, nem résztvevő az Altus, az Európai Uniótól pályázati pénzt nyert, vagy az a baj, hogy Gyurcsány Ferencnek van ahhoz a Ceglédi Csabához kapcsolata, és kölcsönt adott neki, aki jelenleg az előzetesét tölti. Mi az alapja annak, hogy az Olaf ebben érdekelt lehessen? Az ügy az súlyos, de nagyon egyszerűen leírható, elmondható. Az Európai Bizottság pályázatot írt ki arra, hogy különböző témában cégek konzorciumai tanácsadói munkát végezzenek. Most, hogy hogyan, milyen körülmények között, ezt fedje jótékony homály, de az Altus által vezetett 11 cégből álló konzorcium az megbízást nyert el. Ez egy nemzetközi konzorcium. Ebben külföldi partnerei is vannak az Altusnak. A megbízás maximális összege 5 millió euró, magyar forintra átszámolva valamivel több mint 1,5 milliárd forint. Az ha Altus... ezt elosztjuk 11 felé, az már nem olyan eszelős pénz egy cég életében. Azért elég sok cég örül ennek a bevételnek. Egy szó mint száz, az Altusnak ebből a megbízásból volt 100 milliós nagyságrendet is megharadó bevétele. Kettő, nyilvánosság elé került, sem a pénzt kapó fél, Ceglédi Csaba, sem a pénzt adó fél, Gyurcsány Ferencék nem tagadták, hogy Gyurcsány Ferenc cége pénzt adott egy olyan társaságnak, amely társaság egy súlyos bűncselekményben érintett, alapos gyanú okán bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűncselekményének alapos gyanúja miatt folyik büntetőeljárás, 17-en vannak már erőszetes letartóztatásban. Tehát a helyzet az az, európai adófizető polgárok pénze jut egy megbízás kapcsán egy céghez, és ez a cég ebből a pénzből pénzt ad egy olyan cégnek, amely cég egyébként bűncselekményben érintett. Ez most komolyan mondja, hogy ez egy alap az Olafhoz való? 1999-ben ezért hozták létre az Európai Csalás Elleni Hivatalt, hogy bármilyen az európai adófizető polgárok pénzét érintő csalás, visszaélés, és ennek az egyik legsúlyosabb formája. Ez az egyetlen eset, amikor az Európai Unió Magyarországnak pénzt adott, és az a pénz miközben megjelent egy cég életében, egy része tán máshova költözött? Ez az egyetlen eset? Tehát nincs olyan beruházás ma Magyarországon, ahol a cégben keletkező nyereség, miközben az Európai Uniós pénz is megjelenik abban a cégben, valahova tovább mehetett volna? Én nem javaslom relativizálni ezt az ügyet. Tehát az a helyzet, én próbálom érteni. Nem relativizálom. Azt próbálom érteni, hogy miközben A cégben bevétel keletkezik, hogy jön ez ahhoz, hogy B cégnek kölcsön adott, mert kölcsönszerződésről van szó kamattal, legalábbis ezt állítja Gyurcsány Ferencék, nincs okom kételkedni benne. Miért ne adhatna a saját bevételéből kölcsön? Hogy jön ez az Európai Unióhoz? Nem csupán európai pénzek esetében, európai uniós források esetében, bármely országban, bármely európai uniós országban, a gazdasági életben, vagy a gazdasági tevékenység során az egyik legsúlyosabb szabálytalanság, aminek mindig van büntetőjogi következménye, a nyomozás érinti ezt a tényt, hogyha egy cég olyan céggel van üzleti kapcsolatban, amely cég súlyos bűncselekményben érint. Az még azt innentől a céget nem teszi büntethetővé semmilyen jogcímen. Ezt a kapcsolatot nyilvánvalóan bármely forrás esetében. Ebből a szempontból az a lényeges kérdés, hogy lévén Európai Uniós forrásról van szó, ennek a kérdésnek a tisztázására az Európai Csalás Elleni Hivatal az, amelyik hivatott. De miért van Európai Uniós forrásról szó? Hiszen Európai Uniós forrásból volt bevétele egy cégnek, ebből a bevételéből... De az a saját cégnek... bevétele, az már az Európai Uniónak mi köze? Európai Uniós forrás terhére volt bevétele, ebből a bevételből... De az a saját bevétele, tehát nem az Európai Unió pénzét költötte másra jogtalanul. Az ön cégének sincs jogában a saját bevételből egy bűnszervezetet támogatni. Ha valaki egy bűnszervezetet, támogat... Egy másik cégnek hitelt adni van jogom. Csak ez a másik cég, ez egy bűnszervezetben elkövetett költség... kell tudnom? Ez a másik cég, ez egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalásban érintett cég. Azt nekem kell tudnom? Ezt egy büntetőeljárás tudja tisztázni. És hogy kerül ez az Olafhoz? Úgy, hogy Európai Uniós forrás terhére történt mindez, tehát magyar... európai források okán nyilvánvalóan az Európai Unió csalás elleni hivatala érintett. Még egyszer mondom... Hát, hogyha az Európai Uniós pénzt költe tovább az Altus, de ön is azt mondja, az Altus a bevételéből
Európai Uniós forrásból volt. Nyilván bevétel. A nyereségéből tud hitelt adni, mert másképp másik fajta bűncselekményeket is elkövet, hiszen a nyereség terhére lehet hitelt adni. Ezt, ha engedje meg, hogy azt mondjam, hogy ez legalapvetőbb cégjogi ismeretek hiányából fakad. Egészen biztos. A rendelkezésre álló forrásaiból, nem csak nyereségéből adhat kölcs. Van ennek még nagyon fontos mellékága. Ön azt kérdezte, hogy miért láttam indokoltnak, hogy az Európai Unió csalás elleni hivatalához forduljak. Azért láttam indokoltnak, mert olyan nem fordulhat elő egyetlen egy Európai Uniós országban sem, hogy az Európai Unió forrásaiból van egy cégnek bevétele, és ebből a bevételéből egy bűnszervezetben elkövetett súlyos bűncselekményben érintett cégnek ad pénzt. Jó, kezdem érteni. Azzal vádolja a Gyurcsány Ferencet és az Altuszt, hogy ők tudták, hogy ez egy bűnszervezet? Én azt gondolom, hogy miközben ezt még egyébként nem mondta ki bíróság sem, hogy ez egy bűnszervezet, tehát egyelőre egy gyanú van. Alapos gyanú van, és az, ami... És ennek vannak következménye, többek között az a következmény, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Csalás Elleni Hivatalnak vizsgálatot kell folytatni. Ennél jóval enyhébb esetekben is. Még egyszer mondom, azért ez egyik legsúlyosabb eset. És ebből a szempontból azért kell... Hiszi, hogy ez ebben az országban az egyik legsúlyosabb eset? Én komolyan azt gondolom, hogy egy normális, tisztességes gondolkodású világban, Magyarország világnak ehhez a részéhez tartozik, nem képzelhető el az, hogy egy cégnek bárhonnan is van bevétele, az következmények nélkül maradjon, hogy ebből a bevételéből olyan cégnek, olyan személyeknek ad pénzt, akik egyébként súlyos bűncselekményekben érintettek. Hát ha tudja, hogy olyan személyeknek ad pénzt, azt is meg kell vizsgálni, ezt nem az Olafnak kell, a magyar ügyészségnek kell kivizsgálni. Van egy helyzeti előnyöm, hogy én ügyvéd vagyok, tehát igazából inkorrekt lenne most hosszú jogi fejtegetésekbe belemenni, de azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból a bűncselekmény minősítő körülménye csak az, hogy valaki a kellő gondossággal Nem tudtam, hogy ügyvéd. Most ezen gondolkozom. Én ott tartottam, hogy jogász. Letettem a szakvizsgát. Nem tudtam. Praktikáló ügyvéd vagyok. Tényleg? Szépen. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Na, új információ. Elismerést. Egy szó, mint száz. Na de most komolyan. Kellett tudni az Altusznak vagy Gyurcsány Ferencnek, hogy Ceglédi Csaba szervezete egy bűnszervezet, ahogy ön fogalmaz? Miközben mondom még egyszer, tehát az ártatlanság véleménye mindig megilleti őket. Én azt gondolom, hogy fölösleges feltételezésekbe bocsátkozni, a politikának az egy színvonalatlan része, amikor feltételezésekbe bocsátkozunk. Ilyen értelemben most az, hogy ezer éve ismerik egymást, hogy Gyurcsány Ferenc országos barátjaként beszél egy nagyon súlyos bűncselekményben érintett, előzetes letartóztatásban lévő emberről. Egyébként az Altuszt is ügyvédként Ceglédi Csaba képviseli, a Demokratikus Koalíciónak is ő az ügyvédje, a Magyar Szocialista Pártnak is ő az ügyvédje, Botka Lászlónak is ő volt az ügyvédje, hogy ezek a tények, ezek megalapozzák ezeket. Az emberek mind azt hitték róla, biztosan ez egy tisztességes ügyvédember. Valószínűleg, hogyha a büntetőeljárás végén a megalapozott gyanú kerül bizonyításra, akkor minimum azt lehet majd mondani, hogy súlyosat tévedtek ebben a kérdésben. A lényeg mindez... Most politika, a lényeg vagy mindez, jogi ügy, amit most ön elindított? Egy jogi ügy, aminek van politikai következménye. Mert azt gondolom, hogy nem az a helyzet, hogy a közélet szereplőire sokkal enyhébb szabályok vonatkoznak, hanem az a helyzet, hogy a jogi normákhoz képest az iratlan szabályok azok még szigorúbb kötelezettséget, felelősséget rónak a közélet szereplőjére. Tehát nyilvánvalóan nem szerencsés, büntetőjogilag üldözendő, hogyha valaki a cége egy bűnszervezetben érintett cégnek ad pénzt, de hogyha ezt ráadásul politikus teszi, ráadásul egy politikus társának, mert nem arról van szó, hogy Ceglédi az valahol a tudományos életben dolgozó valaki, Szombathely városában a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt közös önkormányzati képviselője, aktív politikus, sőt Szombathely önkormányzatban ő volt a baloldali frakciónak a vezetője. Egy szó mint száz, tehát azt tudom mondani, hogy ennél jóval enyhébb ügyekben is abszolút kötelessége az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, ha nem uniós forrásról van szó, akkor bármely Európai Uniós ország büntető eljárásban szerepet járó szervezeteinek eljárást indítani. Az a helyzet, hogy egy cégnek, jelesül az Altusznak, Európai Uniós forrásból volt bevétele, és ebből a pénzből ő egy bűnszervezetben érintett cégnek adott pénzt. Ezt a kapcsolatot, hogy itt ha ez mi az történt, ő bevétele ezt a csalás volt, az elleni... Mi köze van már az Európai Uniónak? Kifizetett egy munkát az Európai Unió,
bevétele keletkezett az Altusnak, az már az ő pénze. Igen. Mi köze van innentől kezdve az Európai Uniónak ahhoz, hogy az Altus a saját pénze? Mert Európai Uniós forrásról van szó, és ezekben az ügyekben van jogosultsága az európai csalás elleni hivatalnak. Az Olaf 23 ügyben fordult eddig Pór Péter. Nem az a kérdés, hogy dolgozott-e vagy sem. A kérdés az igazán, még egyszer mondom, mert... A kérdés az igazán, hogy Gyurcsány, ezt értem. Nem, de 23 ügyben fordult az Olaf eddig az ismereteink szerint a főügyészhez. Igen. Megállapítással. Ebből a 23 ügyből tudna egyet is mondani, amit a magyar főügyészség, vagy Polt Péter ügyészsége, ahogy azt mondani szokták, végigvitt, elintézett, elindított, bírósági eljárás van belőle? 4-es metró ügyében az ügyészség szigorú felügyelete mellett folyik. És ezen kívül tudnék mondani másikat? Jó néhány ilyen ügy van, amiben az ügyészség az Olaf jelzésére büntetőeljárást indít. Ő már nagyon messze ment, ő már, most beszél, arra lennék kíváncsi, hogy minden esetben, ennyire rigorózusan figyelünk arra, hogy az európai uniós pénzekkel nyersz. Európai parlamenti képviselő vagyok, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának a tagja. Azt gondolom, hogy kutya kötelességem. Egy ilyen nyilvánvaló, az Olaf eljárását megalapozó alapos gyanú merült föl, egy magyarországi cég. Magyarország de akkor miért voltak felháborodva, hogy jöttek ellenőrizni az Európai Uniótól mondjuk a felcsúti kisvonatberuházást? Nem voltunk felháborodva. Hát dehogy nem, meg is akarták akadályozni. Politikai az tapasztalató volt, és az helytelen. Mondom még de egyszer, ebben nincs politikai elfogultság, hogy pont Gyurcsány Ferenc ügyében Brüsszelhez fordul? Szerintem való politikai elfogultság van az az, hogy a DK elnöke volt szocialista miniszterelnök, ez egyébként egy másik szocialista politikusnak, tudta erről, hogy bűncselekmény elkövetésére lesz előbb-utóbb meggyanúsítva, vagy sem. Hát nem egyszerűbb az Olafhoz Olaf fordulás előtt Olaf, megkérdezni? Olaf, amint elindítja a vizsgálatot, hogy meg fogja erről Gyurcsány Ferencet, Dobrev Klárát és Ceglédi Csabát is nyilvánvalóan kérdezni. Még egyszer mondom, az eljáró hatóság azártal az Olaf, hogy Európai Uniós forrásokról van szó. Hogyha nem arról lett volna szó, hanem öntől kap Gyurcsány Ferenc egy megbízást, ettől ügy. Van bevétele. Én azt nem értem, hogy hol függ össze a két ügy képviselő. Már melyik két ügy? Az Altus egy konzorciumban szerepet vállalva, annak az élén, de ez egy nemzetközi konzorcium, az egyetlen magyar szereplő az Altus, elvégzett egy munkát az Európai Unió számára, amely az Európai Uniós forrásokat kapott. Így van? Ezt többször elmondtam, hogy így van. Ebből bevétele keletkezett magának az Altusnak. Így van. Elrakta zsebre az övé. Majd megjelenik nála egy régi ismerős, az Altusnál, mint nála, mindegy, és kölcsön kér, és kölcsön kap. Állítólag le van papírozva, volt hozzá kamat, minden. Hogy jön ehhez az Európai Unió pénze? Ez nem az Európai Unió pénze volt, mert az már az Altus pénze volt. Na, ezt nem értem én. Igyekszem még egyszer elmondani, szerintem a dolog az nagyon könnyen érthető, és pont az ilyen ügyek tisztázására hivatott, és a felelősség megállapítása a kötelezettsége az Európai Csalás Elleni Hivatalnak. Nem az a kérdés, hogy valakinek szabályos vagy szabálytalan tevékenységből van-e bevétele. Itt senki nem kérdőjelezi meg, hogy jogi értelemben az Altus tanácsadói munkát végezve 100 milliós nagyságrendel és nagyobb magyar forintban bevételhez jutott az Európai Bizottságtól. Tehát Európai Uniós forrásból van bevétele. De szabályos bevételt sem lehet bűnszervezetben érintett cégnek odaadni. Ez az, ami tisztázást igényel, büntető eljárást igényelne Magyarországon, mivel Európai Uniós forrásról van szó, Európai Uniótól kapott egy megbízás teljesítése kapcsán nem pénzt, ez a pénz pedig és egy bűnszervezetben elkövetett súlyos bűncselekményben gyanúsított szereplők között. Mikor kapta a pénzt az Altus az Európai Uniótól? 2014-ben, 2015-ben. És mikor adott kölcsön? Azt tudjuk. Sajtóhírek kapja az 2016-ban. Eltelt egy-két év azóta. Már mióta? 2014 és 16 között? Mm. Abszolút mindenhol a világon kettő év telt. Mi az, ami ebben a kérdésben? Két évvel később is az Európai Unió pénzének tekinti azt a pénzt, amit két évvel később a sajátjából, miközben adózott már Magyarországon, mert történt minden, dolgozott nyilván másfelé, ez még mindig az Unió pénze. Drága szerkesztő úr, az ön logikája alapján az Európai Csalás Elleni Hivatal semmilyen gyanút ébresztő ügyben az Európai Unió egyetlen egy országában sem járhatna el. Dehogy nem, hogyha beruházásból ellopják a pénzt, mint amivel gyanakodnak mondjuk felcsútolni.
Semmilyen gyanú nincsen. Az Európai Unió illetékes ellenőrző testület is mindent rendben talált egyébként ezen a beruházás. Hónapokkal később, nem, ez egy tény, hát erről pecsétes papír van, hogy ez a beruházás minden tekintetben szigorú uniós ellenőrzésen is átmenve, teljes mértékben szabályos ennek az volt. Ellenőrzésnek megvan már a dokumentációja? Nem, hanem ennek a projektnek volt meg az ellenőrzés, minden na, projekt esetében. Én erre az ellenőrzésre gondoltam, ezért volt a kicsit. Ellenőrzés követően az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának német elnökasszony azt mondta, hogy ők azt tapasztalták, hogy egyébként az, ami az Európai Bizottság által folytatott ellenőrzésből is kiderült, hogy egyébként az általuk meglátogatott turisztikai beruházás, ez a felcsúti kisvasút fejlesztés, ezzel kapcsolatban azt minden rendben van. De ha megengedi, még egyszer azt szeretném meg, tehát, hogy az Európai Uniós pénzek ellopása, a pénzekkel, a beruházásokkal kapcsolatos túlszámlázások, ezek a Olaf ügyek. Ugye a 4-es metró története például konkrétan ilyesmikről szól. Így van, de ebben az ügyben de sem az ügy, ebben ez. Az ügyben sem folytathatna az ön által itt most már, nem is tudom, talán több mint 200-szor elmondott, teljesen téves logika alapján az Olaf eljárást, hiszen az Európai Uniós forrást egyébként egy közbeszerzésen hazai és nemzetközi multinacionális cégeknek adták oda. Tehát onnantól kezdve vannak a cégnek a bevétele. Tehát ha amit ön mond, az lenne az igazság, akkor a 4-es metró ügyében sem lehetne az Olafnak semmilyen kérdésben eljárni. Ha ellopták azért a pénzt, miért ne lehetne? De az Artus senki nem vádolja az, nem hogy ellopta ezt a pénzt, azzal vádolja ön most, hogy olyan pénzt adott Ceglédi Csabának, Csabáék tevékenységét, de uniós forrás, amikor egy cégnél magánbevétellé válik, akkor azzal kapcsolatban semmifajta bűncselekményt vagy büntető törvénykönyvbe ütköző tevékenységet nem lehet elkövetni. De egy másikkal vádolja az Altus, hogy tudomása volt arról, hogy Ceglédi Csaba szervezete bűnszervezet. Ön azt mondja, hogy a 4-es metró beruházás kapcsán, miután a cégek bevétel lett onnan pénzt elloptak, szerintem egyáltalán nem áll messze a valóságtól ez a sommás, de szerintem a valósághoz igen közel álló megállapítás. Én nem tudom, csak példaként hoztam. De még egyszer mondom, nem tudom. Beszélgetés során talán az első kérdésemben egyetértünk, ugyanúgy egy másik szabálytalanság, amivel kapcsolatban ugyanúgy az Olafnak kell eljárnia, hogyha valaki a bevételéből egy bűncselekményben érintett cégnek adott pénzt. Mind eljutott a kettő már szabálytalanság. Eljutott már a ügyészség odáig, hogy ez egy bűncselekményben érintett cég, vagy feltételezések vannak, és nincs még bírósági ítélet. Hát hogyne, a megalapozott gyanú az azt jelenti, hogy bűncselekmény elkövetésének a megalapozott gyanúja van, bírósági felülvizsgálat történik minden ilyen ügyben, a bíróság mind a büntetőeljárási megindítását megalapozottnak tekintette, mind az, hogy 17 embert már előzetes letartóztatásba helyeztek. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy azért nem egy gyors hajtásról van szó. Nem az vagy Gyurcsány Ferencre utaló nyom. De ebben az ügyben érintett cégnek ad valaki pénzt, és hogy ez a büntetőeljárás, azt tisztázni kell, vagy ennek a üzleti kapcsolat okán azt tisztázni kell, hogy egyébként hogyan fordulhatott ez elő, ez, hogyha nem uniós forrásról lenne szó, akkor a magyar hatóságoknak, mert uniós forrásról van szó, azért az Európai Unió csalás elleni hivatalának kell. Mi ezt még nagyon sokáig tudnánk folytatni, de jön a híradó. Képviselő, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.